napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Most került a kezembe nem is olyan régen egy programfüzet a Kőszegi Várszínház 2018-as évadának a programjáról, ami napokon belül meg is kezdődik. Tisztelettel köszöntöm Póca Zoltán igazgató urat, akivel erről a, hát nem is rövid, nem is kisléptékű idei várszínházi programokról fogunk beszélgetni. Ahogy mondtam, hamarosan indul, mindjárt 9-én kezdődik maga a programsorozat. Mit lehet elmondani róla? Tehát milyen tematika köré építették fel magát ezt az egészet? Hát egyrésztről nagyon fontosnak érezzük, hogy minden korosztály megtalálja a maga számára megfelelő kínálatot. Másrészt azt is nagyon fontosnak érezzük, hogy különböző műfajokat is bemutathassunk a Várszínház udvarán. És hát ami talán a legfontosabb, hogy 4 bemutatóval készülünk. Tehát ez a szakmai munkánknak az alapja, hogy minden évben olyan új előadások jöhessenek létre, amelyek egyébként nem születhetnének meg a magyar színház történetben. Természetesen itt különböző fajsúlyú előadásokról van szó, többet koprodukcióban készítünk. Az első ilyen előadásunk az a Szombathelyi Mesevolt Bábszínházzal lesz az Esti Mese című előadás, amely kifejezetten a diákoknak, tehát általános iskolásoknak szól, nem kisebbeknek. Itt tulajdonképpen a gyerekeknek egy olyan történetet próbál feldolgozni a csapat, amely alapvetően a halálról szól, vagy az elmúlásról, amivel ez a korosztály nem nagyon szokott szembesülni, de ezt olyan módon dolgozza fel, amely, hát hogy mondjam, az ő szintjükön van és létezik. Ezért is ezt egy kicsit komolyabb műfajnak gondoljuk, tehát nem egy, ha szabad azt mondani, szokásos, valamiféle bábszínházi szórakoztató darab. Természetesen szórakoztató lesz, és mindenféleképpen pozitív, de azért a témája az alapvetően komoly. Aztán emellett lesz egy közös bemutatónk a Füge és a Dek csapatával. Egy kortárs darabot mutatunk be, Vinnai András darabját, amelyet Keszég László rendez, egyébként az a cím, hogy Voyager. Én magam csak úgy szoktam apostrofálni a darabot, hogy kortárs abszurd, hiszen az egész történet és az összes élethelyzet, ami ebben megtalálható, az egyrésztről nagyon jellemző ránk és a mai napra, másrésztről meg természetesen azért elvonatkoztat attól a síktól, ahol mi éppen vagyunk, de egy nagyon modern, egy nagyon jó előadás lesz, ezt egyébként a kamaraszínházi körülmények között a lovakteremben mutatjuk be. Aztán emellett a negyedik bemutatónk az Gergye Krisztiánhoz fűződik, hiszen Gergye Krisztián táncos koreográfus kőszegi születésű, és hát nagyon régóta működünk együtt vele, és idén is létrehozunk egy olyan egyszerű és megismételhetetlen előadást, amelyben nem csak a Gergye Krisztián társulat játszik majd, hanem a Muterminál csapata is, és a reményeink szerint egy olyan dráma részt is sikerül belecsempésznünk, amit még nem merek biztosra mondani. Még zajlanak a színész egyeztetések, de egy nagyon, nagyon híres színész színművésznőt szeretnénk még ebbe a produkcióba becsalni, és az több helyszínen fog megvalósulni majd a vár különböző pontjain és helyszínein ez az előadás. Aztán természetesen a legnagyobb várakozás az a nagy színpadi bemutatónkat övezi. Paul Portner darabja a Hajmeresztő című bemutató kerül majd színre július közepén. Hát ilyen még nem volt a Kőszegi Várszínházban, ez egy olyan krimi komédia, amelybe beleszólhatnak a nézők. Tehát az első felvonást azt eljátsszák a művészek, ugye, hogy az meg van írva, és akkor a szünetben mód és lehetőség lesz arra, hogy a nyomozó, a darabbeli nyomozó, aki egyébként a rendezőnk is lesz, Göttinger Pál, hiszen úgy fogalmazott, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen játékmesteri feladat. Tehát a nyomozó a szünetben fogja kifaggatni a nézőket, és az ő érzései, gondolataik, gyanújuk alapján fog eldőlni, hogy ki a bűnös a darab végén. Természetesen úgy van megírva a darab, nagyon-nagyon szórakoztató, hogy hát 3 lehetséges megoldás is van, és különböző estéken valószínűleg különböző megoldások lesznek majd, hogy ki a gyilkos, és hát ezt fogják a színészek majd élőben eljátszani nekünk, úgyhogy egyszeri előadást lehet, hogy nem lesz elég megnézni, mert hogy több befejezést kell majd látni a nézőknek ahhoz, hogy mindent láthassanak.
Hát ilyen még nem volt. Ez is azt célozza egyébként, hogy próbáljuk meg a fiatalabbakat is behozni a Kőszegi Várszínházba. Ez egy kicsit formabontó műfaj, de a Európa és a világ és Magyarország színpadán egy nagyon nagy sikert adatott ez a darab, tehát ez egy nagyon jól megírt darab, és reméljük sikerült olyan művészeket hívnunk, akik ebben nagyon jók lesznek, hiszen Göttinger Pál mellett a darabban játszik majd a Kőszegen még nem láthatott Kálid Artúr, Ulman Mónika, aztán Grisnik Petra, ő már játszott Kőszegen, de nagyon régen még a Nem élhetek muzsikaszóban, és aztán Eperes Attila, aki még hát régi-régi visszatérő vendégünk, és hát én azt hiszem, hogy nagyon kedvelt vendégünk. Mellette Némedi Árpád fog feltűnni majd egy kisebb szerepben, de Némedi Árpád Sebesi Tamással együtt szerzője is a zenének, hiszen zenés darab lesz természetesen, ahogy ezt Kőszegen már megszokhatták a nézők. Azt hiszem, hogy valahogy énekre és zenére csábít a mi várudvarunk, úgyhogy idén sem kell lesz majd nélkülözni. Hát ezek a fő szakmai tervek és kihívások, és emellett van az a sok-sok fogadott előadás, amelyben, mint mondtam, van a nagyon piciktől az egészen mondjuk ugye a szenior korosztályig ajánlott produkciók. Hát a legkisebbeknek a Pöttöm Színházat javasoljuk, tehát itt olyan 1 és 3 év közötti gyerekeket és szüleiket várjuk. Alapvetően ez ugye úgy néz ki, hogy anyukák a gyermekükkel jönnek, és próbáljuk őket a színház rejtelmeibe beavatni. Nagyon fontos célunk, hogy próbáljuk úgy megszólítani a gyerekeket, hogy a színház az ne egy ilyen távoli, misztikus bolygó legyen, hanem az önkifejezésnek egy természetes formája, tehát tanulják meg az érzéseiket egy-egy színházi előadáson keresztül megélni, átélni, azt feldolgozni, és hát reméljük, hogy eljutnak majd oda, hogy katartikus élményben lesz részük, hiszen valljuk be őszintén, hogy nagyon kevés alkalma van manapság a fiataloknak is arra, hogy igazán jól érezzék magukat, és valahol az élet problémáival úgy szembesüljenek, ahol nem ők adott esetben az érintettek, hanem valamin keresztül tudnak feldolgozni problémákat. Aztán sok olyan régi kedves vendégünk jön vissza, akik egy-egy önálló este vagy hasonlóval jönnek, tehát Molnár Piroska 9-én este jön vissza az Emberi hang című darabjával, és most már azt is elárulhatom, hogy tudod, hogy ki lesz a vendég. Ugye a Piroskához mindig minden egyes saját önálló estén egy vendég érkezik az idejében, vagy hát a Kőszegi előadásra Novák János fog érkezni, a Kolibri Színház igazgatója, zeneszerző, és sok mindenki más, Novák János, aki ismeri, én azt gondolom, hogy tudja, hogy ő mennyire sokszínű személyiség, mennyire mélyen szántó gondolatokat fog megosztani velünk arról, hogy mennyire fontos az emberi hang. És hát Piroska ehhez természetesen az ő csodálatos hangjával fog hozzájárulni, és hogyha hosszú távon vagy a saját bemutatónkban nem is tud közleműködni, de azért eljön. Úgyhogy a Lovagteremben leszünk 9-én, nem kell félni, bármilyen időjárás van, esik vagy fúj, az előadás meg lesz tartva, ez nagyon fontos. Aztán lesz még olyan estünk, ahol az élettörténetek.hu, ahol Eperes Attilával Lázár Kati fog majd játszani. Tehát Lázár Kati is régen járt a Kőszegi Várszínházban, de én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ilyen nagy művészek újra és újra visszatérjenek, és kielégítsük azoknak a kíváncsiságát, akik tényleg az ilyen művészekre kíváncsiak, akiket több évtizede szerettek meg és kedveltek meg. Hát emellett nagyon-nagyon sok zenés előadásunk lesz az idei évben, kifejezetten célul tűztük ki, úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikere van ezeknek az előadásoknak. Itt lehet említeni a Legyetek jók, ha tudtok, vagy a Sose halunk meg előadást éppen, de hát lesznek majd olyan előadásaink is, amelyek inkább prózai oldalról mozdulnak meg, de ha most a zenésnél tartunk, akkor fontos megemlítenünk még a Víg operát, hiszen szeretnénk az idei évben nem operettel kedveskedni a közönségünknek, hiszen július végén operett előadás lesz több is Szombathelyen, így aztán az ottani szervezőkkel megbeszéltük, hogy akkor mi Víg operát játszunk, hogy a Sevillai Borbét lehet majd látni Kőszegen, ráadásul élő zenekarral, úgyhogy igazán látványos és szép produkciót láthatnak, akik eljönnek majd a Csonka Zsuzsa Társulat előadására. Emellett megnyitottuk már a kiállításunkat, hiszen minden évben nyitunk egy színházzal kapcsolatos kiállítást, idén Trifusz Péter 18 plusz minusz című kiállítását nyitottuk meg. Trifusz Péter 18 éve tervezi a Kőszegi Várszínház arculatát, és szabad így mutatni, hogy az arculatát és a
plakátjainkat és mindenféle megjelenésünket, egy igazán kiváló helyi grafikusról van szó, aki nagyon igényes munkákat hozott már létre, és hát bizony 18 év alatt nagyon-nagyon sok jó színházi plakátot készített, és reméljük, hogy az előadások szünetében, vagy az előadások előtt, amikor a kedves nézők bejönnek és megnézik ezeket a plakátokat, akkor nagyon sok szép élmény tolul fel bennük, és nagyon sok pozitív gondolat jut eszükbe. Hát szeretnénk még jobban bevésni a Kőszegi Várszínház szeretetét a nézők szívébe, hiszen azért sok esetben ez mind anyagilag, mind időbeosztásban azért egy fontos döntés, hogy valaki eljöjjön színházba. Nagyon nagy a konkurencia, most a foci VB-től a minden egyébig, de én azt hiszem, hogy fontos a nézőinknek kiszakadni abból a hétköznapi taposásban, mivel mindannyian benne vagyunk, valljuk be, és hát bizony egy-egy jó színházi este, főleg ha ezt Kőszegen egy kellemes séta megelőzi, egy vacsora megelőzi, egy kiállítás megtekintése megelőzi, egy igazán szép és kerek napot hozhat a látogatóinknak, hiszen próbáljuk ezt így egységcsomagban eladni, ha szabad így fogalmazni, hiszen azért az a millió, ami a Kőszegi Várszínházban várja a látogatókat, szerintem önmagában is egyedülálló. Én nagyon sok szabadtéri színházban jártam már, de azért kevés olyan hely van, ahol például, ha rossz idő van, akkor azonnal be tud vonulni a teljes közönség fedett térbe, fedett területre. Tehát ha van egy gyengébb zápor, vagy valami hasonló kis meglepetés, akkor azt is ki tudjuk valahol húzni, és akkor utána lehet folytatni az előadást. Mert valljuk be, hogy az előadások nem csak önmagukban fontosak, hanem egyfajta találkozási pont a színházi előadás, amikor barátok, ismerősök, rég nem látott ismerősök találkozhatnak, beszélgetni tudnak egy kicsit, kiugrani a hétköznapokból, és egy kicsit ezt az emberarcú környezetet megélni, hiszen Kőszeg erről is nevezetes, hogy a léptékei miatt akkora a nagyságrendje, ami befogadható, nem nyomja agyon az embert, hanem úgy otthonosan tudja érezni magát benne. Én is ezért vagyok ott, hiszen csepregi születésűként édesanyám annak idején eldöntötte, hogy hát ne a Nagylós gimnáziumba menjek, mert az mégis Szombathely, ez egy nagy város, hanem úgy a Kőszegi gimi az jobb, az egy jobb emberléptékűbb hely, az nem kell ott annyi utazni, meg minden, az úgy könnyebb. És hát azt hiszem, hogy ezt az érzést szeretné az ember egyébként átadni az odaérkező látogatóknak is. Várszínházról beszélünk. Viszont az évek során kinőtte a programsorozat a várat? Lesznek külsős helyszínek, vagy mégis inkább csak a vár köré csoportosul ez az egész? Igen, hát alapvetően a vár mindenféleképpen. Azt is megmondom miért. Nagyon-nagyon bonyolult most már műszakilag, technikailag valamilyen előadást máshová vinni. Valljuk be, hogy az összes rendezés, az összes művész a 21. században minél több technikai műszaki eszközt szeret használni. A hangosítástól a fénytechnikán át, a különböző berendezésekig, a díszletekig, az egyebekig. Úgyhogy a színházi előadások mindegyike az a vár udvarán lesz, vagy a lovagteremben, hisz ez a két saját helyszínünk van. Egyrészt nem kell alkalmazkodni. Tehát azért azt is tudni kell, hogy egy kitelepülésnél bizony nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodni, ami bonyolítja a helyzetet. Viszont van olyan ingyenes előadásunk, mint például a Gránátalma, a Solt és Lajos Színháztól, amely kifejezetten azoknak a kedvére próbál tenni, akik nem biztos, hogy mindenképpen meg tudják venni a Várszínházi jegyet. Ráadásul a főtér az kínálja magát arra, hogy ott valamiféle előadásuk legyenek, hiszen Kőszegen annak idején régen is a piac téren voltak ezek az első előadások, mi mindig a régebbi időben utcaszínházi találkozóval szoktuk kezdeni a programot, amire most már azért anyagi forrás annyira nincs, hiszen ott ugye belépődik, nincsen csak a kiadás, de azért egy-egy előadást ilyet beszoktunk vállalni éven, tehát idén a Solti Színháztól lesz az Almagránát, illetve lesz egy olyan koncertünk a Bozsodi Kvartettől az Evangélikus Templomban, amelyre szintén várjuk az érdeklődőket, és egyrésztől a darabok témája, másrésztől az Evangélikus Templom kiváló akusztikája predesztinált arra minket, hogy ott azon a helyszínen jöjjön létre ez a koncert, illetve azt is tudni kell, hogy némiképpen azért a saját bemutatók azért nehezítik az életet, mert annak vannak helyszíni próbaidőszakai. Tehát az idei évben is lesz olyan, amikor egyszerre mondjuk három produkció fog próbálni a házban.
azért az mindig nagyon nagy kihívás, hogy, hogy a lovakteremben, a kisudvaron és a nagyudvaron is zajlik valami, de hát ettől él, én azt gondolom, a színház, meg ettől boldogok a kőszegi emberek, amikor látnak az utcán egy ismert arcot, akit üdvözölhetnek, akivel találkozhatnak, és büszkék arra, hogy egy ilyen kis város, és valójában azért egy 12.000-es várostól, ez egy nagyon nagy szó, hogy egy ilyen minőségű programsorozatot össze tud állítani. Hát emögött azért nagyon sok munka van, 1982-től működik a színház, tehát azóta azért nagyon sok ember dolgozott azon, hogy ez egy ilyen színvonalt elérjen. Istennek hála, mind minisztérium, mind egyéb pályázati szinten értékelik azt a munkát, amit végzünk, támogatják, így jöhet létre egyáltalán ez a programsorozat, hiszen önmagát így fenntartani nem tudná, csak az önkormányzati támogatásból és a jegybevételből nem tudna megélni a programsorozat. Így van lehetőségünk arra, hogy igényesen jelenjünk meg, hogy olyan előadásokat hozhassunk, amelyeket azért évközben nem tudnánk megfizetni, és hát ami nagyon fontos, hogy, hogy a teret úgy kitöltsük, a Jurisicsvár csodálatos akusztikai udvarát, hogy minél hosszabb időszakra húzzuk el, tehát idén nagyjából 2 hónap alatt fognak lezajlani a programok próbákkal, előadásokkal és mindennel együtt. Az előbb azt említette, hogy maga az előadások szünete, az előadások előtti várakozás nagyon jó közeget nyújt a régi ismerősöknek arra, hogy beszélgessenek egy kicsit, felelevenítsék a régi emlékeket. Van-e valami statisztika, kimutatás arról, hogy visszajönnek ilyenkor a régi kőszegiek ezekre a programokra? Tehát van olyan, hogy valaki direkt erre az időszakra foglal szállást a városban, amikor a Várszínház van? És körülbelül hány látogatóról beszélünk ilyenkor ebbe a 2 hónapban? Igen, tehát olyan 6-7 ezer fizető látogatót várunk ebben az időszakban, ami több is lehet, de kevesebb nem nagyon. Alapvetően nagyjából ezzel a létszámmal számolunk, és igen, nagyon sok visszatérő vendégünk van, például ezt a műsorfüzetet, amit a kezemben tartok, ezt 6000 helyre postázzuk ki azokhoz, akik a kőszegi Várszínházban voltak, és annak idején nyilatkoztak arról, hogy egyrészt, hogy szívesen nyernének valamit, másrészt, hogy szívesen viszik, ha egy ilyen műsorfüzettel meglepjük őket. Tehát van nagyon sok visszatérő vendégünk, egyrészt tényleg a régi kőszegiek, tehát akik Kőszegen születtek, tanultak, onnan elszármaztak, azok bizony szívesen jönnek vissza a városba. Másrészt pedig abszolút létezik az a dolog, hogy színházi előadások idejére próbálja valaki a nyaralását időzíteni, hiszen Kőszeg ebből a szempontból nagyon jó helyszín, azt szokták mondani, ilyen csillagtúra szerűen nagyon sok felé el lehet jutni, hiszen napközben el tudnak menni fürdeni Bükre, Sárvára, Locsmádra, Lékára, Rohoncra, tehát nagyon sok különböző helyre, nagyon sok egyéb látnivaló van, hiszen az adott helyeken és Kőszegen is nagyon sok múzeumi, kiállítóhely és egyéb hely van, amit látogatóként érdemes megnézni, és akkor össze tudják úgy állítani, hogy adott esetben 2 különböző előadásra is el tudjanak jönni. Ezek a jegyfoglalások már zajlanak, működnek, mivel mi nem dolgoztatunk egyébként külsős céggel a jegyértékesítésben, hanem saját magunk végezzük ezt, ezért nálunk alapvetően az előreutalásos módszer dívik, tehát telefonon a kedves érdeklődő lefoglalja a jegyét, megbeszéli a kollégával, hogyha a 4. sor hova szól a széke, a mindent meg tudnak beszélni, és ezek után hivatkozva az előadás napjára és egyebekre elutalja ezt az összeget, és akkor elegendő a helyszínen átvenni a jegyét. Az már nem nagyon működik, hogy telefonos elrakás után majd várjuk az előadás előtt, hogy valaki megérkezzen, mert azért valljuk be, jártunk már pórul egyrésztről, másrésztről pedig azért tessék elképzelni, amikor úgy 100 ember hirtelen otthon marad, egy 3500 forintos jegyár mellett, azt valaki kiszámolja, akkor az láthatja, hogy az a színháznak mekkora veszteség. Tehát mi is próbáljuk ezt minimalizálni, mert az nagyon-nagyon kellemetlen, hogy vissza kell utasítanunk adott esetben nézőket, miközben még lenne jegy, mert valaki nem gondolta komolyan, csak úgy gondolt egyet, és oda telefonál, és rakatott félre jegyet. Például most is van már olyan előadásunk, az 1-2-3 című előadás, ez a Molnár Ferenc darab, amiben a Földi Róbert, Szatori Dávid, Partinóri és még sokan mások játszanak, amire nincs jegyünk. Tehát már elfogytak a június 16-ára szóló jegyek, és hát ezért is kell nagyon komolyan venni a jegyrendelést, és ezért veszük mi is szigorúan azt, hogy akkor kérjük, hogy átutalással
valakin keresztül vigyék el a jegyeket, mert az tényleg nagyon kellemetlen lenni, hogy elméletileg elfogadott minden jegy, és amikor oda jön valaki a helyszínre, látja, hogy még van 20 hely, mert valaki vicces kedvében volt, úgyhogy ez azért egy kicsit nehézkes. Viszont így tulajdonképpen mindenkivel mi találkozunk. Ha valaki ezt a műsorfüzetet kinyitja egyébként, itt az elején van egy ilyen kis köszöntő, és alatta pedig egy fotó, ami rajt vagyunk mi négyen, akik az irodában alapvetően mozgatjuk a színházat. Tehát itt vannak a kollégáim, a Gerencsi Lilikó művészeti titkár, Bakos Zoltán, a technikai műszaki vezető, Pál Nóri, a gazdasági miniszter és jó magam. Mert ezzel is próbáljuk azt mutatni, hogy ezek a dolgok személyesek. Tehát velünk fognak találkozni a látogatók, nem valami idegen ültető emberrel vagy egyebekkel. A kapuban a technikus kollégák fogják a jegyet kezelni, a takarítónőink adják ki a párnát. Tehát, hogy mi látjuk őket vendégül, nem valami külsős cég, meg hosteszek, meg egyebek, hanem valóban, mint egy otthoni vendégségben várjuk és fogadjuk a vendégeket. Nekem sokszor fel is teszik a kérdést, hogy nem fárasztó-e ott lenni, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy ezért dolgozunk. Azért dolgozunk, hogy a bejövő kedves vendéggel, mosolygós vendéggel, megelégedett vendéggel találkozzunk, hiszen nekünk alapvetően ez a fizetésünk. A közalkalmazottiról most inkább nem beszélnék. Maradjon is meg ez a családias hangulat, én azt kívánom. Ugye most már 9-én kezdődik az egész programsorozat. Aki most kapott kedvet ahhoz, hogy ellátogasson a Várszínháznak az előadásaira, hol találhatja meg ezt a prospektust? Hol tud utána nézni magának a programoknak? Hát nagyon fontos az internet, kőszegivárszínház.hu, de többek között a Trió Televíziónak a képújságán is láthatja az aktuális programokat. Emellett természetesen a megyei napilapban is fog találkozni majd a programmal, és hát természetesen a 360-113-as telefonszámon, 94-es a körzet, ugye szívesen várjuk az érdeklődőket, adott esetben tudunk küldeni még prospektust. Alapvetően kipostáztuk azt a mennyiséget, akik visszatérő vendégeink, tehát az, aki dobott be névvel ellátott kis előző évi jegyet, akkor ő számíthat arra, hogy ha még nem érkezett meg, akkor napokon belül meg fog érkezni, mert azért a kőszegi postán annyira lelkesek nem voltak a kollégák, amikor beállítottunk több szakhajtónyi levélet, tehát azt, hogy szép lassan tudják feldolgozni és tovább küldeni, de mondom, van a telefonos lehetőség, az internetes lehetőség, és az interneten pedig a program mellett, a kapcsolatmenüpont alatt pedig le van írva, hogyha valaki utalni szeretne, akkor azt hogy lehet megtenni, megcselekedni, és akkor ezek a működő dolgok. Szeretnénk, hogyha minél többen úgy gondolnák, hogy egy ünnepet azzal koronáznak meg, egy családi ünnepet, vagy akár egyebet, hogy eljöjjenek a kőszegi Várszínházba. Van lehetőség egyébként például ajándékutalvány vásárlására. Ezen nagyon sokan éltek, nagyon örültünk neki, pedagógus napra, osztályfőnököknek, óvónéniknek, egyebeknek vittek például ilyen ajándékutalványokat, de nagyon családon belül ajándékozás, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus, hiszen olyan élményt lehet valakinek adni, meglepni, aminek reméljük nagyon örül. Én nagyon sok sikert kívánok önöknek, nem csak az idei évadhoz, hanem az elkövetkezendő évadokhoz is. Kedves nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, keressék a kőszegi Várszínház programjait. Viszontlátásra! Viszontlátásra!